Nem szabad a pénzt ingatlanba tenni, azt a pénzt a vállalkozásokba kell tenni, és a lehető legdinamikusabban kell növelni a vállalkozást. És amikor már megy a vállalkozás, akkor azt veszek, amit akartok. Hát jó lenne ingatlanba befektetni. Miket mondasz ezzel? Egy, nem bízol a cégedbe. Az a tuti. Tehát ilyen tudatalatti jeleket adsz ezzel az ingatlannal, hogy az a tuti, hogyha ebből ingatlant veszek, ki tudja, mi lesz a cégemmel. Tehát ez van. Hát te bíznál a cégedbe, eszedbe nem jutna ingatlanba tenni a megtermelt vagyont. Tényleg abból akartok élni vállalkozók, hogy akkor adózás előtt veszem az ingatlant, és akkor TBS számlára teszem, és akkor 1.712.000 forinttal több jött ki. Ez van beírva az álmotokba? Ezt gondoljátok végig. Ilyen szemlete nem lehet milliárdosnak lenni. Tehát nem arról szól a történet, hogy, hogy hogyan tudok még egy milliót kiszedni adózás előtt, hanem arról csinálunk egy egymilliárdos céget, van 200 millió nyerességünk, leadózzuk, azt az veszünk meg, amit akarunk. Tehát erről szól a vállalkozó élet.